gyakorlatilag egy, azt is mondhatnám, hogy sorozat folytatásaként jelenik meg Székesfehérváron. Egy sorozat folytatása a mostani kiadvány, mondta dr. Cserpalkovics András. Székesfehérvár polgármestere ezzel a választások idején kezdett lakossági konzultációra célzott, ami sok embert megmozgatott, és annyira jól sikerült, hogy városvezetőként is folytatni szeretné. Készüljön egy program az erős Székesfehérvárért. Székesfehérvár mindig is olyan város volt, amely céljainak elérésére törekedett, mondta dr. Cserpalkovics András. A polgármester hozzátette, bár problémák jelenleg is vannak, bízik abban, hogy közös erővel a lehető legjobb megoldást találhatják ezekre. Meggyőződésem szerint Fehérvár akkor lehet sikeres, hogyha ha erős lesz, erős pedig akkor tud lenni, hogyha stratégiában jövőképpen tud gondolkodni. Viszont ez nem megy úgy, hogy néhány ember leül egy asztal mellé és kitalálja, hogy mi jó a városnak, hanem azt gondolom, hogy az itt élőknek közösen kell megalkotni azt a stratégiai programot, aminek a megvalósítása aztán feladata a városnak és a várost vezető közéleti szereplőknek. Székesfehérvár polgármestere úgy véli, a város lakóinak joga van beleszólni környezetük alakulásába és elmondani véleményüket arról, hogyan fejlődjön tovább lakóhelyük. Éppen ezért minden fehérvári lakos és civil szervezet ötleteit várják, de a gazdasági élet szereplőinek javaslataira is kíváncsiak. Mindegyike feldolgozásra kerül, és ennek összefésülését követően lehet ezt a vitahíratot, vitaanyagot kiegészíteni, módosítani, a javaslatokat ebben szerepeltetni, és ezt követően fogom én a közgyűlés elé terjeszteni. Én bízom benne, hogy így a fehérváriak a közösen írt programot a város közgyűlése elfogadja, utána pedig a következő években közös erővel végre is tudjuk azt hajtani. Szeptember 30-áig várják a kérdéseket és ötleteket, melyeket a kiadványban szereplő címre kell eljuttatni. Ezt követően a szakmai szervezetektől beérkezett véleményekkel együtt ezek is beépülnek a városstratégia végleges változatába, ami várhatóan novemberben vagy decemberben kerül a közgyűlés elé.